Ebben a mai videóban azt nézzük meg, hogyan kell hatékonyan magnéziumot pótolni. Szeretettel köszöntök mindenkit, itt Újhelyi Szabolcs Zoárd. A legtöbb ember szervezetében a készítményekkel bevitt magnéziumnak csak egy része szívódik fel, átlagosan kb. A fele, ennek is nagy része a vékony bélben. A különböző készítményekben a magnézium több formában fordul elő, így van például magnézium bisglicinát, magnézium citrát, oxid, klorid, laktát és mások. Ezekben az összetett anyagokban egy bizonyos százaléknyi magnézium található, plusz valamilyen más összetevő. A magnézium bisglicinát az egyik legjobban felszívódó magnéziumfajta, és a benne lévő glicin miatt az egyik legjobb az agy számára, nyugtatásra, szorongás ellen és a jobb alváshoz is. A magnézium bisglicinátot ajánlott használni a szív magnézium pótlására is, például a szívritmus zavarokra, illetve cukorbetegeknek és PMS ellen is ez az egyik legjobb fajta. Ezt a fajta magnéziumot naponta több adagban, például kettőben ételekkel együtt ajánlott bevinni. Továbbá a felszívódását javítják a B-vitaminok, tehát magas B-vitamin tartalmú kiegészítő ételekkel, például sörélesztő célszerű alkalmazni. Magnézium citrátot, melynek ugyancsak jó a felszívódása, étkezések előtt 1 órával, vagy étkezések után 2 órával ajánlott alkalmazni. Magnézium citrát vizet összpontosít a beleghez, ezért kifejezetten előnyös a használata székrekedés ellen, illetve ami lényeges ennél a fajta magnéziumnál, hogy ígyunk elegendő vizet is mellé. Magnézium citrát jó depresszióra, szorongásra, illetve a szív, az izmok, az idegek és a csontok magnézium ellátásához is. A magnézium oxid kifejezetten az emésztőrendszeri problémákra jó, mint a gyomorégés, emésztőrési zavarok, székrekedés, de jól tudja használni a szív és a csontok is, illetve a migrénre ez az egyik legjobb fajta magnézium. A magnézium oxidban a többi magnéziumhoz képest arányaiban a legtöbb a magnézium, viszont belőle szívódik fel a leglassabban és a legalacsonyabb hatásfokkal a magnézium, ezért a magnézium oxid a legjobb arra, hogy a nap során folyamatosan biztosítva legyen a testünk magnézium igénye. Tehát lassan, de hosszabb ideig tart. A magnézium klorid és a magnézium szulfát, azaz a keserűsó, kifejezetten az izmokra, az ízületekre, nyugtatásra, izomlázra, bőrre jó, főként külsődlegesen alkalmazható készítményekben vannak jelen, de belsődlegesen fogyasztva használhatjuk gyomorégésre és székrekedésre is. A magnézium laktát az egyik legkíméletesebb magnézium az emésztőrendszer számára, tehát ha gyenge az emésztésünk, ha gondok vannak a gyomorban, a belegben, ezt a fajta magnéziumot ideális pótolni. A magnézium ora tehát elsősorban a szív működését tudja támogatni. Ha magnéziumot pótolunk, az a legjobb, ha olyan készítményt szedünk, amelyben a többfajta magnézium van jelen, mert így sokkal komplexebben és hatékonyabban tudja kifejteni a hatásait a szervezetünkben. Magnéziumnak az európai hatóságok által javasolt napi adagja felnőtteknek 375 mg, amit a legtöbb ember nyugodtan túlléphet a már említett gyenge felszívódás miatt, illetve amiatt is, mert a legtöbbünk szervezete fokozott fizikai és szellemi terhelésnek van kitéve. Azaz ennek a javasolt adagnak a többszörösét is bevihetjük egy nap során, viszont jó tudni, hogy ilyenkor már hashajtó hatása lehet, ezért nagyobb napi magnézium pótlásnál több adagban fogyasszuk ételekkel együtt. A magnéziumot nehéz túladagolni, a többlet mennyiséget a vesék általában könnyen el tudják távolítani. Kisebb adag magnéziumot nyugodtan pótolhatunk bármikor étkezéstől függetlenül. Magnézium nagyon sokféle gyógyszer hatásait befolyásolhatja, főként az antibiotikumokkal, a savcsökkentőkkel, a vizelethajtószerekkel és a csontritkulásra felé gyógyszerekkel léphet kölcsön hatásba, ezért ha ilyeneket szedünk, ajánlott ezen gyógyszerek bevitele előtt 1-2 vagy utánuk 3-4 órával elfogyasztani a magnéziumot. A magnézium a bőrön keresztül is bejuttatható a testünkbe, magnézium tartalmú krémekkel, melyeket ideális edzések, futás, testmozgás után vagy lefekvés előtt alkalmazni. A magnézium felszívódását fokozhatjuk a kókuszolaj és a pálmaolaj bevitelével, a zöldségekkel, gyümölcsökkel, illetve az állati fehérjével is, ezért is jó, ha étkezés közben visszük be. Csökkentik viszont a felszívódását a gabonaételek, az oxalátokban gazdag ételek, mint például a spenót, a kevés gyomorsav, az alkohol, a gyulladásos bélbetegségek, a stressz, nagyobb mennyiségű cink és a hasmenés. A zöldszínű zöldségeknek a zöld színét a klorofil adja,
Tehát a brokkoli, leveleskel, kelbimbó, sóska, rukkola, klorella, alga, a klorofilltól zöldek, ennek a klorofil molekulának a központi magja egy magnéziumatom. Azért is annyira gyakori a magnézium hiány az embereknél, mert a legtöbben nagyon kevés zöldet fogyasztanak, és igazából jól hasznosuló, elegendő magnéziumot a zöldekből tudunk pótolni, mert ugye bennük van rengeteg klorofil. Magnéziumot nagyobb mértékben használják a szénhidrátok, tehát a gabonaételek, kenyér, tészták, cukor, burgonya, édesség, chipsek, így nagyobb mennyiségű napi szénhidrát fogyasztás esetén fokozottan ajánlott magnéziumot pótolni. Köszönöm a figyelmedet, bízom benne, hogy hasznos volt ez az videó. Jó egészséget kívánok neked, találkozunk a következő videóban, addig is az egészség legyen veled.